Évzáró rendezvénnyel búcsúztak 2017-től a Gyergyószentmiklósi Jövő FC kislabdarúgói. Az utánpótlás csapatok számára évzáró vacsorát szervezett a klubvezetés, a focisták pedig adakoztak a gyergyói rászoruló családoknak. 100-nál több gyerek rúgja a labdát a Jövő FC kékfehér mezében. Számukra minden évet kis ünnepséggel zárnak, amelyen együtt lehet az összes focista a legkisebbektől a legnagyobbakig. Idén a Csíki kertben szerveztek vacsorát számukra, és adakozásra szólították őket a városi jótékonysági akció keretében. A gyerekcsapatok jól szerepeltek ebben a szezonban, mondja a klubelnök. Egy nagyon jó évet zárunk, hál' Istennek, tényleg sok gyerek rúgja a labdát a Jövő FC színeiben. Az eredmények is egyre jobbak. Olyan korosztály is van, hogy két csapattal vagyunk benevezve. Ez számunkra nagyon sokat mond abban, hogy jó irányba megy mindenképpen a gyereknevelés. Az ünnepség után vakáció kezdődött a gyergyószentmiklósi labdarúgók számára. A téli vakáció alatt az edzések szünet. A tevékenység január közepén kezdődik el ismét. Az esélyesek győzelmével végződtek az első nap mérkőzései a Galacon zajló jégkorong Románia kupán. A brassói Korona 3-1-re nyert a Sztyáva ellen, míg a Csíkszeredai Sportklub 22-1-re iskolázta le a Sportol Studencészk csapatát. A torna ma este folytatódik. Nagy arányú győzelemmel zárta az évet a marosvásárhelyi Maros KK férfi kosárlabda csapata. A súlyos anyagi gondokkal küzdő együttes azonban még ilyen állapotában két megmaradt idegen légióssal is 39 ponttal múlta felül a sereghajtó Dinamót. Fontos mérkőzésnek ígérkezett a marosvásárhelyi csapat számára a Dinamo elleni, hisz tekintve az anyagi és keretgondokat, a kiesési övezettől való távolmaradás a legfontosabb az idén. Nagyon hamar kiderült azonban, hogy nincs mitől tartani. Már az első negyedben 37-re vezetett a Maros KK, és a végén 87-48-ra nyert. Az utolsó negyedben az ifjúsági játékosok léptek pályára. Egy fontos győzelem, mert nekünk minden pont számít a táblázatban. Ez a mai meccs egy könnyebb mérkőzés volt a Dinamo ellen, ahol a többi fiatalok is és mindenki kapott lehetőséget a pályán. Örvendek, hogy mindenki tudott játszani, és tényleg egy könnyű győzelmet tudtunk aratni. Ez volt az utolsó mérkőzése a marosvásárhelyi csapatnak idén. A december 28-ára tervezett jászvásári kiszállás ugyanis elmarad a házigazdák kérésére. A játékosok 8 napos szabadságot kaptak, és 28-án kezdik meg a felkészülést a folytatásra. Remélem, mindenki visszajön, fogalmazott a vezetőedző.